haszonba. Ugyanom a papa rendőröket dolgozik. Te csak nem érd meg az a fát. Szerintem? Hát megint így járt a jelte. Sőt, ezek megegyeznek valamiben, abból házasság lesz. Ne vágyja a fejed, először neked kell fényhez menned, és csak azután jöhetek én. És csak azután én? És azután én. És azután én. Így járt, ha jelted a... Ha jelted, jelted, ha jelted a rávalatot, aki csodálatos. Aki egy égszer, egy gyöngyszem, sőt, sőt. Yeah.
Ha fáj, ha bánt,
tettünk itt ma egybe, hogy gratuláljunk az ifjú házasoknak, Mótőnek és Cájtőnek. Maradjanak velünk az emberi kor legvégső határáig. Ómén. Ómén. Itt jön a mi szeretett rabbi. Maradjunk velünk örökké. Ómén. Ómén. És most szeretném bemutatni, hogy a mennyasszony szülei a következőket ajándékozzák az ifjú pár. Egy új dunyha! Két párna! Mehelypárna! Két mehelypárna! És egy ünnepi gyertyatartó! Vázoltam! De nagy örömünkben ne feledkezzünk meg azokról, akik már nem lehetnek köztünk, drága halottainkról, akik nyomorúságban és nélkülözésben éltek, és haltak meg. De elég a könnyekből! Legyünk elégedettek, mint a mi kedves barátunk Lázárhoz, akinek mindene megvan, csak éppen felesége nincs! De Lázár nem haragszik, sőt, ajándékot hozott. Hogy mit? Azt ő maga kívánja bemutatni. Beszélj Lázárhoz! Ahogy ő mondta. Nem haragszik. Ami történt, megtörtént. Hoztam az új házasoknak öt csirkét. Házas életük minden első öt szombatjára egyet. Ez igen. A lányom és a férje nevében elfogadom az ajándékot. Lázár, ahogy az írásos... Nem én vettem el a lányodat. Nem vagyok köteles meghallgatni a bölcsességeit. Csak annyit meghallgatnál... Miért hallgassalak meg? Hogy olyan embert, akit megszegi a szabát. De Blázár, ne alazik elős közepén! Jogom van beszélni! Miféle jogod? Ez nem a talapodat. Annak kellett volna lennie! De Blázár, ne szégyenítsd meg rettemét a lány esküvőjét! Ő szégyenítsd meg az egész tanú előtt! Csendet! Csendet! Majd a rabbi! Majd a rabbi! A rabbi! Az én véleményem, üljünk le. Mindannyian hallottuk a rabbi bölcs szavait. Én most azt szeretném elénekelni... Tartsd meg a beteg csirkéidet! A csirkéimet hagyd ki a dologból! Gyeret kaptam! Nagyon elnőtt el álmába hozzám! Gyeret kaptam! Micsoda jelet! Micsoda nagy van! Az én nagypapám meg hozzám jött el a sírba. Azt mondta, hogy a te nagymamád hazudozott. Hazudtunk is rá! Semmilyen feltételt nem tisztáztunk! Mi az, hogy írtak rá meg, hogy egyességnek, hogy gyerek kapott? Csupa ostobaság! Szerintünk, Mótőhöz akart hozzá menni, és nem a Red Lázárhoz. És egy fiatal lány maga a sorsára. Miért? Ne hiszen szeretnék el már! Ezek forradalmák! És mi lesz a házasság szerzőbe? Jó, elég! Majd azt a hófizet! De ott fizet! Majd a rabbi! Az én véleményem... Üljünk le! Muzsikusok, zenét! Táncoljatok! Mulassunk, azért vagyunk itt! Egy lányjal! Kérdezzük meg a rabbi! Nos, rabbi! Hát, tulajdonképpen a tánc az nincsen megtiltva! Na látjátok, nincs megtiltva! És nem bűn! Hogy ő egy tánc? De horror! Ez csak táncra van! Muzsikusok, játszatok! Nem vagyunk nagyobb. Gyertek, gyerekek, menjünk! Hát,
az út. Rég megérett arra már, hogy égessen a lány.